Az összes alternatív energiahordozó közül a propán, bután, gáz rendelkezik a legtisztább, illetve a legmagasabb fűtőértékkel, sok oldalon felhasználható, minősége egyenletes, környezetbarát és akár időszakosan is igénybe vehető. Sokan megelégelték a napi tüzelést és más hűtési módokra tértek át. A gázfűtés ára az utóbbi években nem emelkedett, ezért jó választás lehet azoknak, akik nem akarnak vesződni a fűtéssel. Szabadkán is egyre népszerűbb a gázzal való fűtés. Termokályhával fűtök mostam, de terve van a gázt bevezetni, mert a gáz olcsóbb melegítés, központi fűtést csinálnánk, de már magában a szett is elég drága. Úgyhogy a mai lehetőségekhez képest drága, hogy milyen megoldáshoz fordulunk, azt még nem tudjuk. A gázszolgáltatás Szabadkán a legmodernebb eszközök segítségével jut el a háztartásokba. Sok szabadkai már évtizedek óta gázzal fűt. Mi 91 óta fűtünk gázzal, mi nagyon meg vagyunk elégedve vele. Hát olyan dinárban mondjam 202, vagyis 20-22 ezer dinárt, 25-ig fizetünk. De teljes gőzzel meg vagyunk elégedve vele. Mi idősek vagyunk, nem szeretünk fűteni. A gáz köbmétere Szabadkán kevesebb, mint 40 dinár. A fűtés, a főzés és a melegvíz előállítása egy 100 négyzetméteres háztartásban havonta mintegy 10 000 dinár tesz ki, ami magával vonhatja a villanyszámla csökkenését. A gáz ára pedig a jövőben csökkenhet, amennyiben kiépül a török áramlat gázvezeték. A Szerbia abba az irányba halad, hogy a lakosságnak a gázellátása is hát fejlődjön, elérjünk egy olyan szintet, ami itt a környékben, a környezetben, a környező országokban jellemző. Persze ilyen szempontból nagyon fontos volna az is, hogy a gáznak az ára sokkal alacsonyabb legyen, mert most azt látjuk, hogy azok az emberek, akik az elmúlt években bevezették a gázfűtést a saját házaikba, a saját lakásaikba, birkóznak azzal, hogy mekkora ennek az ára, illetve mekkora a havi számla. De hát azt gondolom, hogy a gázvezetéknek a kiépítése az nagy valószínűséggel kifoghatni arra is, hogy a gázár kalkulációja milyen fog lenni. A török áramlat elkészültével jelentősen megnövekedhet Szerbia energetikai biztonsága is, emelte ki Alekszandar Antić zentai látogatása alkalmával. A szerb energiaügyi miniszter hozzátette, az energetikai biztonság és stabilitás a kormány prioritásai közé tartozik. Predsjednika Ruske Federacije, mi smo potpisali nekoliko značajnih energetskih sporazuma koji pre svega treba da povećaju sigurnost. Kao najznačajniji i da kažem najkonkretniji koji ćemo vrlo brzo videti je proširenje skladišta gasa Banatski dvor sa sadašnjih 450 miliona metara kubnih na 750 miliona, koje treba naravno da obezbedi tu jednu punu sigurnost, pogotovo ovim zimskim vremenima i zimskim uslovima, da iz svojih rezervi možemo da obezbedimo gas za sve potrošače pa i za ovu novu toplanu. A szerb energetikai miniszter korábban elmondta, dolgoznak azon, hogy a török áramlat a Bolgártól a magyar határig terjedő szakasza minél hamarabb elkészüljön. Korábban a szerb elnök arról is beszélt, hogy az orosz gáz az egyik legolcsóbb a világon, így az az érdeke Szerbiának, hogy biztosított legyen annak útja az országba.